Köszöntöm nézőinket, Önök a Cikádor magazint látják, Lipták Péter vagyok. Nézzük, mit kínálunk mai műsorunkban. Nem lesz kötelező a védőoltás. Gasztronómiai estet tartottak a bátaszéki székelyek. Kutyával egy mosolyért terápiás foglalkozást tartottak óvodásoknak. Kiállítás az idősek otthonában. Diák olimpiai alapselejtezőt tartottak bátaszéken. A számok alapján a koronavírus járvány terjedése felerősödött. Az önkormányzatok vezetőinek lehetősége, hogy intézményeikben kötelezővé tegyék az oltás felvételét. Bozsolik Róbert polgármester felmérette a bátaszéki átoltottsági helyzetet, és meghozta döntését a kötelező oltás ügyében. A koronavírus járvány elleni védekezés új szakaszba lépett. Új mutációjának terjedése gyors ütemben növelte a betegség számokat. A védekezés részeként az intézmények és az önkormányzatok vezetőinek lehetősége van arra, hogy kötelezővé tegyék az oltás felvételét a dolgozóknak. Néhány héttel ezelőtt jelent meg a jogszabály, ami lehetőséget biztosít települési önkormányzatok polgármestereinek, hogy az önkormányzati fenntartási intézményekben megfontolja a kötelező oltásnak a bevezetését. Mi egyeztettünk az intézmények vezetőjével, kértük, hogy anonim módon mérjék föl, hogy a dolgozóik körében milyen volt az oltási hajlandóság. A statisztikai számok alapján azt lehet mondani, hogy 70-90% között vállalták a dolgozók, hogy önkéntesen részt vesznek az oltási programban. Ezért mi úgy gondoljuk, és úgy ítéltük meg, hogy egyetlen egy intézményünknél sem tesszük kötelezővé az oltásnak a felvételét, viszont továbbiakban is buzdítjuk mindazokat, akik tényleg néhányan vannak csak egy-egy intézménynél, hogy a saját és embertársaik egészsége érdekében fontolják meg az oltásnak a felvételét. Emellett természetesen minden olyan óvintézkedést megteszünk, ami a vírusnak a tovább terjedését gátolhatja. Például a Városházán az ügyfelektől kérjük és elvárjuk, hogy ide maszkban lépjenek be, mindenhol természetesen kézfertőtlenítőket teszünk. Óvodánál már szeptembertől azt alkalmaztuk, hogy a szülők az intézmény bejáratáig tudják kísérni a gyermekeiket. Tehát alkalmazkodunk a kialakult helyzethez, figyeljük természetesen az éppen aktuális egészségügyi helyzetet, amelyet a médián keresztül felénk tájékoztatásként eljuttatnak, és ennek megfelelően, ha szükséges, akkor még szigorú védekezési intézkedéseket is meg fogunk tenni. A képviselőtestület a héten foglal állást abban a kérdésben, hogy azokat az évvégéhez kötődő rendezvényeket, melyeket zárt térben szerveznek, és amelyekre több száz látogatót várnak a rendezők, lebonyolítja-e a város. Arról már most döntés született, hogy a szabadtéri programok megrendezéséről a továbbiakban sem mondanak le. Morzsoltas kalács, kútba kelt kifli és vegyes savanyúság. Ezek készültek a bátaszéki székhelyek baráti köre által megtartott novemberi gasztroesten. Az ilyen események célja a csapatépítés mellett az, hogy a fiatalabbak is megkóstolják az eredeti székely ételeket és esetleg megtanulják ezeket elkészíteni. Az egyesület elnöke úgy nyilatkozott, igyekeznek minden hónapban tartani egy ilyen eseményt. Savanyítás és eredeti székely sütemények készítése. Ez volt a programja a novemberi székely gasztroestnek Bátaszéken. Igazából arról szólna a történet, hogy tanuljuk meg a még élő idősebbektől, hogy nem is azt, hogy ők hogy tanulták, hiszen ez a generáció is már vagy útközben született Bukovinából hazafelé, vagy már itt született, de ők még valamelyest őriznek hagyományokat a gasztronómia terén. Azt gondolom, hogy a kalácsok és a sütemények terén a mai nap biztos, hogy olyant készítünk, hiszen a morzsoltas kalács az eddig ilyen titokzatos volt, tehát kóstolni kóstoltuk, de hogy készül, azt nem tudtuk meg, illetve a kútba kelt, az is olyan, hogy késztermékként fogyasztottuk, de nem tudtuk, hogy kell elkészíteni, és én azt gondolom, hogy ezen az esten fény derül erre is, ugyanis a népi hagyomány az arról szól, hogy ebből veszünk egy csipetnyit, abból egy félmaréknyit, csak hát nem mindegy, hogy kinek mekkora a csipetje és mekkora a félmarék. Úgyhogy talán itt most látni fogjuk, hogy miből mennyit, aztán első, második, harmadik alkalom után, hát ha nekünk is majd sikerülni fog olyant készíteni, ami valamelyest hasonlíthat az eredetire.
Gazda Józsefné morzsoltast készít. Kelt kalács, kelt tészta, és mikor meg kell, vagyis jobban mondva, nem csinálom keményre, sőt egészen hégra csinálom a tésztát. Mikor beleteszem a tepsibe, akkor marad egy kevés tészta a tálban. Ahhoz teszem egy kis zsírt, lisztet, egy kis tojást, és keményebb tésztát tudok csinálok belőle ahhoz, hogy hát morzsoltas, tehát ő az igazság szerint azt morzsolni kellene, mert valamikor nem reszelővel csinálták, de hát mi már egy picit azért akarunk újítani, így nem morzsolom, hanem reszelem. Édesanyám nagyon sokat csinálta, mert annyian voltunk, mint a nem akarom mondani, és az ilyen kalácsok raktatók voltak. Mi 8-an voltunk testvérek, és szegénységbe jöttünk, nagyon-nagyon szegénységbe. És mikor ilyen volt az asztalon, akkor valóban ünnepnek neveztük mi azt. Azért csinálom itt, hogy szeretném, hogyha meglátnák, vagy megnéznék, és akkor utána tudnák csinálni, hogy ne legyen gond, ha én nem vagyok. Marika néni hozzátette, ugyan nem siet sehova, de szeretné, ha minél többen megtanulnák ezt a nem túl nehéz, de nagyon finom eredeti székely sütemény elkészítését. A másik édességet a kútba kelt kiflit Pécsi Árpádné és nővére készítette. Hát ez nagyon csodálatos kifli, ízre is, meg ránézésre is. Ez a kisgyerekeknek a kedvenc süteménye volt valamikor régen, még a mi időnkben, vagy még kisebb gyerekeknek, mert abban az időben nem sütöttek krémeseket, meg ilyen finom süteményeket a szüleink, hanem ez egyszerű tészta. Meg kell gyúrni élesztővel, bedagasztani, és akkor ilyen kis tésztákat lecsipkedünk, kifli formát csinálunk, és kristálycukorba belehempergetjük, és akkor így formázzuk ki a kifli formáját. És ez elálló sütemény, és mondom, a gyerekeknek egy nagyon kedvenc süteménye volt. És mostani időben elkezdtük megint sütögetni. Azért kútba kelt, mert régen nem voltak hüttők. És akkor a kútba engedték le, hogy ott megkeljen egy kicsit, mert egy jó fél órát kell neki kelni. A tálba is, meg a tepsibe is. Úgy lesz szép. A hozzávalók pedig liszt, sütőmargarin, sütőpor, élesztő, tojássárgája, tej, cukor és egy pici só. De én még nem tanítottam meg senkinek, mert eddig én se sütöttem, megmondom az igazat. Én is máma nővéremmel ketten sütöttünk otthon egy adagot, és akkor eldöntöttem, hogy én meg fogom sütni az unokáimnak. Én ezt soha nem ismerte senki, mikor ide kerültünk Bátaszékre. Senki nem hallotta ennek a nevét. Ezt csak a székelyek csinálták. Akkor volt a nagy szegénység, mikor mi voltunk gyerekek. És akkor kitaláltak egy süteményformát. Két bátyánk született József falván. Úgyhogy mikor a falu leégett, menekülés közben születtünk mi a nővéremmel. Úgyhogy már mikor ideértünk Magyarországra, a nővérem volt 3 éves, igen, 3, én meg 2. Pécsi Árpádné azt mondja, egyáltalán nem emlékszik arra az időszakra, és a felmenők sem nagyon beszéltek róla. Ezeket a péntek estéket azért találtuk ki, hogy csapatépítés legyen. És teremben látható egy pingpongasztal, kártya az ablakba, beszélgetés, sztorizgatás, esetleges közös filmnézés, zenehallgatás. Ez erről kell szóljon. Remélhetőleg a járványhelyzet majd engedni fogja, hogy január vége táján megtarthassuk a bálunkat, február közepe második felében megtarthassuk a disznótorunkat, és disznóvágás után, disznótor után pedig a húshagyó bált, és arra ezekre az alkalmakra, hogy ne úgy kelljen vegyük a savanyúságot, hanem mi magunk elkészítjük, és úgy gondolom, hogy az biztos, hogy jobban fog ízleni. A következő székely gasztroestet december 17-ére tervezik, amikor is savanyúlevest főznek, és különböző szószokat készítenek majd a főtt húshoz Csibi Krisztina szakácskönyve alapján. Kutyás terápiás foglalkozáson vehettek részt a kisovodások Bátaszéken a művelődési házban. A kutyával egy Mosolyért Alapítvány munkatársának a közreműködésével a gyerekek megismerkedhettek a felelős állattartás szabályaival, és azt is megtudhatták, hogy milyen az élet a kutyaiskolában. A kutyás terápia fejlesztőleg hat a gyerekekre, segíti a közösségben való beilleszkedést,
a társas kapcsolatok kialakítását és önbizalom növelő hatással is van rájuk. Hova akasztjuk be a pórást szerinted? Ide mondjuk? És csak itt van a karabiner, Maja. Ezt a karabinert, egy póráz, ide akaszt, be tudod akasztani? Húzd le azt a kis pöcköt. Úgy, nagyon ügyes vagy. És tartom neked. Nagyon szuper. Maja a terápiás app szelíden tűri, hogy ez a kislány pórást csatoljon rá. Ez is része annak a feladatsorozatnak, amit a gyerekeknek el kell végezniük a kutyával. Ez a látszólag egyszerű mozdulat azonban nagyon is fontos, hiszen a gyerekeknek a kézügyességét, a finom motorikáját igyekszik fejleszteni. A kutyás terápia napjainkban nagy népszerűségnek örvend. Segítségével játékosan és hatékonyan lehet fejleszteni a mozgási, érzelmi, szociális és gondolkodási funkciókat. A bátaszéki óvoda Lovacska csoportjának szülői gárdája volt az, akik egy jótékonysági licit alkalmával megnyerték, és bátaszékre hozták a kisovisoknak ezt a kutyás programot. Volt több program felajánlás ebben a licitben, de az óvónők már korábban, amikor volt egy hasonló megmozdulás, akkor már aktívan részt vettek a licitbe, de akkor sajnos lemaradtak róla, és mikor meglátták, akkor a szülők azonnal rácsaptak a lehetőségre. Ők egyébként egy nagyon mozgékony csoport, nagyon fontosnak tartják a gyerekek és az állatok kapcsolatát. Gyakran járnak a lovardába is, ott ugye a lovakkal ismerkednek, és így most Majával, a kutyával is. Kutyával egy mosolyért alapítvány közreműködésével vehettek részt a gyerkőcök a foglalkozáson, ahol először összebarátkozhattak Majával, a kutyussal, megtudhatták, hogy milyen az élet egy kutyaiskolában, és mit jelent a felelős állattartás. A kutyával való játékos interakciók során elősegítik a helyes társas viselkedést, így javítják a gyerekek közösségbe való beilleszkedési készségét is, növelik az önbizalmukat és a magabiztosságukat. Ilyenkor ők egy ilyen feljebb való helyzetben vannak a kutyával szembe, és ilyenkor magabiztosságot tanulnak, ugye, hogy ilyenkor ők az erősebbek, tudják vezetni a kutyát, a kutya szót fogad nekik, mindig megy utánuk, segít nekik abba, amit kell, föloldja a gátlásokat, nagyon jól a gyerekek közül volt olyan foglalkozásom, ahol a foglalkozás elején a kislány rettegett a kutyától, nem volt hajlandó a közelébe menni, és a foglalkozás végére már lógott a hámján, és ment a kutyával mindenhova, és nem, egyáltalán nem félt tőle. Ahhoz, hogy egy kutya terápiás feladatokat is el tudjon látni, egy két lépcsős vizsgán kell megfelelnie. A felmérések során a viselkedését, temperamentumát vizsgálják meg különböző szituációkban, majd pedig csoportos foglalkozásra viszik, ahol már azt figyelik, hogy hogyan viselkedik a gyerekekkel, mennyire követi az utasításokat. Ha minden kritériumnak megfelelnek, akkor terápiás kutyaként elkezdheti a munkáját. A kutyás terápia nagyon jó hatást vált ki, és gyorsabban vezet eredményre, mint a hagyományos készségfejlesztések. Tanulási nehézséghez is be tudjuk őket egyébként vinni. Azt szoktuk mondani, hogy a kutya mindenre adaptálható, tehát mindent tudunk kutyásítani. Amikor bevisszük egy, például én gyógypedagógus vagyok az SNIS óráimra, amikor valahol habilitálok, ott tudok együtt dolgozni másik pedagógussal, és akkor a pedagógus hozza az alapórát, ugye, és akkor én segítek neki abban, meg kitalálom, hogy azokat a feladatokat hogy tudjuk a kutyához adaptálni, hogy a gyerekeknek az óráinak kutya részt tudjon venni, és bele tudjon csatlakozni azokba az órákba. Tehát bármire, tehát lehet külön ilyen magánfoglalkozásokat is, egyéni foglalkozásokat, csoportos foglalkozásokat tartani a kutyával, tudjuk bevinni az óráinkra. De vannak személyi segítő kutyák is, amiket kifejezetten autisták, cukorbetegek és értelmi fogyatékos gyerekek mellé képeznek ki, és a nap 24 órájában mellettük vannak. Hatékony fejlesztést nyújtanak a nehézségek küzdő gyerekek számára, általuk megtanulnak beilleszkedni, kommunikálni, és mozgásra is ösztönzi őket, hiszen a kutyusokat sétáltatni is kell. A Sárközi, egészen pontosan a sárpilisi emberek életét bemutató szobrocskák díszítik a gondozási központ idősek nappali ellátóját. Az alkotó Holcné Szodora Kinga, aki erdélyi származású keramikus, és aki elhivatottan őrzi szobrain keresztül a néphagyományt. Thank you.
Stílusosan a sárközi dallamok csendültek fel a Bátaszéki Gondozási Központ nappali intézményében rendezett kiállítás megnyitón. Nem véletlenül, hiszen az alkotó Holsznész Szodora Kinga maga is itt él, egészen pontosan Sárpilisen, és ez a tény visszaköszön a munkáiban is. A nappali állátóban rendszeresen szerveznek ehhez hasonló programokat, mondja Hódi Katalin intézményvezető. Azt gondoljuk, hogy az időseink nagy szeretettel jönnek, és ez a program is ilyen. Holcné Szodorai Kinga látogatott hozzánk a közeli Sárpilisről, hogy a kerámiáival elkápráztasson minket, és nagyon boldogok vagyunk, hogy eljött ide hozzánk, mert olyan életképeket formál meg a kerámiák által, amelyek azt gondolom, hogy az időseinknek is ismerősek lehetnek még a fiatalkorukból, és ezért aztán azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó múltidéző, a hagyományőrzésnek egy érdekes és szép formája. Hosznér Szodora Kinga erdélyi származású és saját bevallása szerint a szerelem vitte Sárpilisre. Igazából a kerámia az már gyerekkorom óta életem része. Testvéremmel és barátaimmal 10-12 évesen jártuk a Pionírházat. Ez azt jelenti, hogy én Erdélyből származom, a Szilárdságból, pontosan Zilahról, és a 90-es évek elején kerültünk át Magyarországra, települt át a családom, és édesapám szőlészmérnökként a szekszárdi borászatban kapott munkát, úgyhogy itt települtünk le. Sárpilisre a férhő menetelem vitt, a szerelem, és hát ott igazából bekerültem a férjem által a Decsi Csillag Rózsa tánc együttesben, ahol egy nagyon jó közösségre leltem, és ott kezdtem el ismerkedni a sárközi mindennapokkal, a szürettel, a disznóvágással, a fonó élettel, és hát persze természetesen a tánccal, ami a mai napig is művelem és élem, és a gyönyörű viselettel, ami mindennapi életünk része, varogatjuk, rostot kötünk és hímezünk. Kinga végzett keramikus, de a piacra igazán nem tudott betörni, meséli. Így megmaradt hobbinak, és munkája mellett szobrocskái által mesél a sárpilisi emberekről. Viszont ezek az élmények bennem vannak, és igyekszem a munkáimra rávinni a népviseletet, az élet, tehát életképeket, mint a húsvéti locsolás, János bácsinak a tánca, Kovács Jánosnak, aki megragadott, és őt próbálom megformázni, vagy ilyen pillanatképek, mint a dobozgyűjtő néni, akivel találkoztam, ezt igyekeztem, vagy a szüretek, a szüreti felvonulás, hát az a gyönyörű viselet, vagy akár egy vásározó lány. Pilisen lehet, hogy azt is meg tudják mondani, melyik alak mögött kilakozik valójában. Ezek sokszor nagyon régi képekről, tehát a 70-es, a Kovács János bácsi is a 70-es években meghalt, tehát igazából lehet, hogy az én kutatásom meg az én képzeletem, de az is lehet, hogy igen, mert én ismerek fel táncosokat benne. A fonó jelenet, az pedig nagyon szeretem a Siolgárdi népviseletet, és szerelmese vagyok, úgyhogy ezt próbálom a sárközit és a Siolgárdi népviseletet megalkotni munkáimba. Belőlem egy kicsit kidolgozni, kicsit kiadni. Nem szeretném, hogy magamba maradjon. És talán valakinek örömet okozok vele. Decsről, Őcsényből és Pörbőről is érkeztek gyerekek a Bátaszéken megrendezett diákolimpiai sorversenyre.
A megmérettetésen első osztálytól a negyedik osztályig vettek részt a diákok, és 6 különböző nehézségi feladatot kellett teljesíteniük. Hangosan szurkolnak csapattársuknak a gyerekek azon a sorversenyen, amit Bátaszéken a Kanizsai Dorottya általános iskolában rendeztek meg. Almási Hanna lelkesen mesélt arról, hogy neki mi tetszett a legjobban a megmérettetésen. De azt a magasugrást, ami most van, akkor nagyon jól éreztem magam, mert így nagyon jó volt ez. Meg amikor eznél a labda, amikor ezt a labdásat játszottuk, ezt a pattogtatósat, akkor is nagyon jó volt, mert az... Ez a dobogós a kedvencem, meg az, amikor a labdát be kell a bolya alá rakni, az is jó volt, meg az a ütős is jó volt, amikor a labdát kellett, az is nagyon tetszett, meg mindegyik pálya tetszett. A gyerekeket az iskolai testnevelés órák keretein belül készítették fel a pedagógusok a versenyre. Orosz Kristóf elmondta, hogy nagyon sokat gyakoroltak az iskolában a megmérettetésre. Tetszik egyelőre a verseny, hát két hétig gyakoroltunk minden egyes testi órán. Hát gyakorolni kicsit fájdalmas volt, pár sebet szereztem. Legtöbben gyakoroltuk a magasugrást gyakoroltuk, mert egyik feladatban magasat kell ugranunk, hogy ne verjük be a térdünket, és legtöbben még a kosárlabda vezetést gyakoroltuk. A sorverseny diákolimpiai alapselejtező volt, innen juthat tovább a legügyesebb csapat a januárban megrendezésre kerülő újabb állomására a diákolimpiának. Bátaszékről, Decsről és Öcsényből is jöttek diákok. Antal Tibor testnevelő tanár elmondta, hogy a diákok hetek óta készülnek a megmérettetésre. A versenykiírásban megadták a feladatokat, így minden csapat saját környezetben alaposan fel tudott készülni a versenyre. 6 különböző nehézségű feladatot kellett teljesíteniük a gyerekeknek. Hosszú idő után rendezzük meg Bátaszéken ezt a sorváltó versenyt, melyre 3 csapat jött el. Eredetileg úgy volt, hogy 5-en leszünk, de sajnos a vírushelyzet most is közbeszólt, 2 nem tudtak emiatt jönni. De akik itt vannak, azok nagyon lelkesek, hetek óta készülnek ezekre a feladatokra, és szerintem nagyon jó hangulat lesz, ezt majd is megláthatjátok. A játékos sorverseny célja, hogy a nevelési, oktatási intézmények tanulói részére az életkori sajátosságoknak megfelelő, a kerettantervre épülő játékos sor és váltóversenyek rendezésével versenyzési lehetőséget biztosítson a diákoknak. Segíti az iskolák közötti kapcsolatok kiépítését, a fiatalok közötti sportbarátságok kialakítását és elmélyítését. A mozgásanyagra épülő képzés során az együttműködés a fair play szellemiségnek kialakításában is nagy szerepet játszik. A legjobbak számára pedig az országos versenyen való részvételt biztosítja, hogy sikeresen képviseljék iskolájukat a diákversenyen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!